Sziasztok srácok, illetve lányok, üdvözlök mindenkit, én Patrik vagyok, és ebben a mai videóban be fogok mutatni nektek egy egyszerű, könnyű és kiszintű Gold Farmot, klasszik HC WoW-ban. Azt mindenképpen vegyük figyelembe, hogy én jelenleg Alliance-es vagyok, és itt a Human, tehát ugye az ember kezdőnél vagyok, azonban is Gold Shire-be. Itt van egy kis farm, nekünk ezek a farmok lesznek egyébként fontosak, illetve kell hozzá nekünk profession is. Ez a profession pedig nem lesz más, mint a herbalizm és a skinning. Ezzel a kettővel tudtok viszonylag könnyen és egyszerűen pénzt szerezni, és a mai videóban ezt fogom nektek bemutatni. De egyébként nincs más dolgotok, közben ezt a malacot itt megnyúzom. Ugye a skinning ez azért fontos, és a skinninghez majd egyébként kell nektek ugye skinning knife, de most ennyire részletesen nem nagyon akarok belemenni itt a profession, vagy csak szeretném nektek megmutatni azt, hogy mennyire gyorsan és könnyen tudtok ezeknek a professionöknek a segítségével gyorsan goldhoz jutni, akár klasszik WoW-ban, vagy akár pedig ugye... Na szóval egyébként pont nem az imbe léptem ki, ami szomorú, mert nem kapok 200%-os X-ét. Na mindegy, szóval, hogy... Hol is tartottam? Ja igen, hogy azt akarom megmutatni nektek, hogy ezeknek a professionoknak a segítségével hogyan tudtok gyorsan és könnyen és egyszerűen pénzt szerezni. Na most itt egyébként két választási opciótok lesz, majd ebben majd részletesen belemegyek. Na most idejöttök ehhez a malacos részhez. Ez a malacos rész, ez azért is jó nekünk, főleg, hogyha itt sok játékos van, mert egész egyszerűen idejöttök skinninggel, és szépen ezeket a malacokat, amik itt meghalnak, azokat szépen ti oda mentek, és megnyúzzátok egyébként az ilyen nyulakat, meg bocikat, és érdemes egyébként megölni, mert ezek például nekünk light leather-t adnak, ami önmagában, ezt most pont nem azt adott, de önmagában egy light leather, mint azt láthatjátok, 15 darab, azt hiszem, koppert ér, ha jól tudom, ez kopper, de 15 darab koppert ér, úgyhogy itt nagyon egyszerűen látjátok itt ez a ruined bőr, amit például a malacok dobnak, ebből 3 darab már 21-et ér, és nektek itt nincs más dolgotok, ha éppen nincsen itt sok játékos, már még azért ilyen reggeli, délelőtti időtájt vagyunk, ide jöttök szépen, megölitek a malacot, egyrészt dob nektek húst is, amit el tudtok adni, de azt mondjuk alhában nem nagyon fogják megvenni, de Mendolnak el tudod adni, viszont ezeket szépen itt megnyúzod, és hogyha ezeket itt nyúzogatod, amikor sok játékos van itt konkrétan, csak tényleg annyi az egész, hogy így, figyelj, most meg fogja ölni, oda megyek és majd megnyúzom. Tehát tényleg annyi, hogy itt majd, amikor sok játékos ölögeti a malacokat, ti oda mentek a tetemekhez, megnyúzzátok őket, mint ott is van most egy tetem, folyamatosan szeritek a bört, és két választási lehetőségetek lesz arra, hogy ezekből ti pénzt tudjatok csinálni. Az egyik az az, hogy elmentek, hogyha mondjuk megtelik az inventoritok, vagy bármi ilyesmi, elmentek egy vendorhoz, és eladogatjátok őket, vagy elmentek Stormwindbe, és szépen OH-ba felteszitek, hogy azok a játékosok, akik mondjuk nem tudom milyen szakmát csinálnak, amihez kell a bőr, most írta nem itt azt hiszem, nekem még reggel van, akkor ők meg fogják tőletek venni. Tehát nézzétek meg, ez így már önmagában 45 koppert ér, ez már 28-at, és csak most kezdtem el, és talán ott vannak a tetemek, látjátok, ölögetik itt a playerek, oda megyek, és szépen fogom, és leszedegetem. Ugye ezáltal a skinningetek is fejlődik, tehát tudjátok itt húzni a skinningeteket, és ténylegesen klasszikba, meg ugye most amit én játszok például a hardcore-ba, ez irdatlan mennyiségű pénzeket termel neked, és tényleg csak annyi a dolgot, hogy idejössz, akár ölögeted itt a malacokat, illetve ugye nyúzogatod a bőrt. De miért mondtam én mellette a herbalizmot? Na most, miközben te mondjuk most nincs kedved mondjuk idejönni és itt a malacokat farmolni, akkor te, miközben küldetésezel, tudsz gyűjteni a herbalizm segítségével növényeket, függetlenül a helytől, vagy függően a helytől, ahol ugye vagy, ugye eltérőek a növények, hogy ott milyen növény van, mennyire ritka, stb. Tehát miközben te fejlődsz, megölöd az állatokat, még nem csak feltétlenít, hanem bárhol egyébként, ahol vagy. Ez egyébként a jó a skinningbe és a herbalizma, hogy akárhol vagy, ha megölsz egy olyan állatot, amit te meg tudsz nyúzni, annak a bőrét el tudod adni vagy az auciós házba, vagy pedig vendornak. Mind a kettővel szerzel pénzt, az auciós házzal szerintem azért több pénzt össze lehet szedni. Viszont a növényeket is, amiket szedsz,
Tehát most itt van például nekem ez a 6 darab ilyen növény, ezt el tudom adni 60 kopperért. Tessék, ez itt önmagában ez a 9 darab bőr, amiben nem fektettem bele szerintem 2 percnél több időt, vagy 3 percnél több időt, ott van egy darab szilver, és tényleg az, hogy én most itt órákon keresztül csak ezt csinálom, hogy itt ölöm ezeket a malacokat, és lenyúzom a bőrüket, húzom a skinningemet, és még XP-t is kapok, és farmolom a pénzt. De mondom, nem muszáj neked pontosan idejönni, csak ez egy teljesen jó hely itt még így kis szinten, hogy itt ezeket farmolgasd, de te megteheted azt is, hogy mit tudom, hogy miközben fejlődsz, mondjuk ölögeted a farkasokat, a malacokat, a medvéket, olyan állatokat, amiket meg lehet nyúzni, és mindamellett, hogy kapod a küldetésért az XP-t, kapod az állat megölésére az XP-t, megnyúzod, amiért ugye el tudsz majd adni ugye pénzért, illetve miközben te mondjuk mész küldetéseket, ugye ölögetsz, nyúzogattad az állatokat, néha-néha nyomsz egy szkent, ugye ezzel a herbalist képességgel, és ha találsz útközben növényeket, azokat is leszeded, és azokat is el tud adni pénzért. Úgyhogy szerintem úgy, hogyha gyorsan akartok pénzt szerezni, és nem akartok szakmázni, tehát nem akartok potikat kraftolni, ruhát kraftolni magatoknak, meg ilyesmi. Ezt egyébként mindenki döntse el magának, ugye azt azért fontos megjegyeznem, hogy egyébként ezt érdemes ilyen alt karin csinálgatni, hogy a főkaridon, hogyha esetleg valami professionod van, mondjuk potikat készítesz, vagy kovás, vagy bármi ilyesmi, akkor ezt ne rontsa el. Én nem nagyon szeretem a professionokat, meg nem nagyon szeretem úgy húzni őket. Én általában egyébként first aid-ezni szoktam, illetve potikat gyártani. De most egyébként ez a fő karakterem, és most így kifejezetten chilles egyébként így farmolni ezeket a dolgokat. Így egyébként, hogyha összeszedtek egy bizonyos mennyiségű pénzt, eladogatjátok AH-ba, vagy pedig ugye vendornak, simán tudtok magatoknak jobb cuccokat venni akár más játékosoktól, vagy aukciós házba. Úgyhogy gondoltam egyébként ezt, hogy megmutatom nektek videóban, hát esetleg valaki még nem tudta ezt. Egyébként én is nem így jöttem le erre, hogy ez a kettő kombó mennyire brutális, mennyire jól jön belőle a pénz. Úgyhogy srácok, lányok, ez a videó ennyi lett volna. Én nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek. Ha tetszett, mindenféleképpen csapassatok egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, még nem tettétek meg, hogy ne maradjatok le a tartalmakról, és ne felejtsétek el, hogy szoktam streamelni is, tehát érdemes lecsekkolni gyakrabban a YouTube csatornát, hogyha esetleg ott szeretnének lenni a streameken, akkor lehetőségetek van rá. Ne felejtsetek el írni egy kommentet, hogy pörgessétek az algoritmust, az tényleg sokat segít. Bármi kérdésetek van, vagy ötletetek, vagy tippetek van, nyugodtan írjátok le. Válaszolni fogok rá, igyekszem rá válaszolni. Ha esetleg kiegészítenétek valamivel, akkor is nyugodtan írjatok egy kommentet. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. A csatorna tagoknak, így a videó végére pedig nagyon szépen köszönöm a támogatást. Az itt látható, tehát képernyőn látható csatorna tagoknak hatalmas pacsit, nagyon sokat segítettek abban, hogy tudjak nektek tartalmakat és videókat gyártani. Illetve ne felejtsétek el, hogy december 6-án kisorsolom közöttetek a régi processzoromat. Az itt látható videó a képernyőn, ennek a végén elmondtam, hogy mik a feltételei a nyereményjátéknak. Úgyhogy ha érdekel és szeretnél nyerni egy ingyen Ryzen 5 2600X-es processzort, akkor nincs más dolgod, mint a videó végét megnézni, és ott elhangzanak a feltételek. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, srácok, lányok, sziasztok!